Az Alba Régia Táncegyüttes és az Alba Régia Táncegyesület is csatlakozott az Európai Folklór napjához, amelyet immár másodjára rendeztek meg. A cél, hogy ezen a napon bemutassák és összekapcsolják az európai néphagyománnyal foglalkozókat. A Malom utcai táncházban ennek keretében a gyermekek és szüleik is betekintést nyerhettek egy próbafolyamatba, és megismerhették a néptánc koreográfiák megszületésének történetét. Ez egy olyan nemzetközi nap, amit a Hagyományok Háza honosított meg Magyarországon. Arra kérte a partnereket, hogy minél többen csatlakozzunk ez az eseményhez. Egy felületen elsőként az Alba Régia jelentkezett innen Magyarországról, és arra gondoltunk, hogy egy picit azt mutatjuk meg, hogy a kulisszák mögött hogyan készülnek fel a csoportok, hogyan készülnek a koreográfiák, mit tesznek meg a tanárok, és természetesen ezt szeretnénk, hogy a szülők egyre többet és többet látnánk, és minél vonzóbbá válna a művészeti iskolánk. Majoros Róbert az együttes művészeti vezetője számára is komoly kihívás, hogy egy-egy bemutató keretében megismertesse a foglalkozásokon a néptánc alapvetéseit, hogy aztán a töpörtjük később már biztonsággal érezzék a felkészülés ritmusát. Félórás bemutató órákat tartunk négy csoporta, és az a folklór napja nagyon jó kapóra is jött nekünk így évkezdés elején, hogy egy picit a szülők is egy nyílt órába betekintést nyerjenek, illetve a még érdeklődők is eljöhetnek és megnézhetik, mi folyik itt. Egészen kis korosztálytól egészen a junior korosztályig négy csoporttal mutatkozunk be, és megmutatjuk ilyen nagyon sűrítve, hogy mi történik egy foglalkozáson. A bensőséges hangulatú találkozó egyben megerősítést is jelentett a résztvevőknek, hogy a népi kultúra, a tánc és a muzsika tovább élhet általuk.